Győzelemmel debütáltál első mérkőzésen a vezetőedzőként a kispadon. Hogyan értéked, milyen volt a Gyöngyös elleni találkozó? Összességében nyertünk 3-1-re, úgyhogy mindenképp pozitív volt a mérkőzés. Az elején a füves pálya minket zavart meg egy picit. Igaz, hogy a felkészülés vége felé már mi fűvön tudtunk edzeni. A gyöngyösi csapat, ahogy hallottuk, nagyon nem edzett füvön, de úgy nézett ki az elején a mérkőzés, hogy ők jobban hozzá voltak szokva a füves pályához. Nagyon mély volt a talaj, nehezítette a játékunkat is. Igaz, az első nagy lehetőség előttünk adódott, ott hárította az ellenfél kapusa. Utána az első fél időben a játék nem tetszett nekem, az első fél időben nagyon nem voltunk agresszívak se, a játékunkat se tudtuk játszani, amit az utolsó felkészülési meccseken hoztunk. És egy kóborbeadásból a hazai csapat szerzett vezetést, és így 1-0-al mentünk fél időre. Mit mondtál a játékosoknak a szünetben? Fél időben mindenképp az agresszivitást hiányoltam, és azt kértem, hogy úgy menjünk már ki a pályára, hogy tényleg mi vagyunk a tabella harmadik helyén, a Gyöngyös meg a tizedik helyen van, és ezt be kell bizonyítanunk akaratban is, és a játékban mindenképpen. Úgy is kezdődött a második fél idő, hogy támadtunk, 11-esből egyenlíteni tudtunk, utána kicsit visszaesett megint a játékunk, de az utolsó negyed óra 20 percre megint azt az arcát mutatta a csapat, amit a felkészülési mérkőzéseken gólerősen játszottunk, és még lehetett volna több gólt is szereznünk. Több új játékos is pályára lépett a csapatban az első mérkőzésen. Hogyan értéked az ő teljesítményüket? Öt új játékos szerepelt a kezdőcsapatban. Igazából az egész csapatot ki tudom emelni, így mondom, a második fél idő alapján pláne, meg így összességében is, hogy becsülettel mentek, mindenki végezte a dolgát, mondom, nehéz talajú pálya volt, így nagyon nem lehetett színezni a játékot, fegyelmezetten kellett játszani, de ezt mondhatom, mondom, minden játékosra. Az újabb közül igazából a támadó szekcióból emelnék ki két srácot, a Lac Kombinánt és a Majorosszabi, ők gólt is szereztek, és tényleg sokat melóztak ők is elő védekezésben, mint támadásban. Most pedig az új csapat, vagy megújult csapat bemutatkozhat hazai pályán is szombaton. Jön a DVTK 2, mit vársz attól a találkozótól? Ugyanígy győzelmet várok, mint a Gyöngyös ellen. Nyilván nem lesz egyszerű, mert az ilyen csapatoknál nyilván lutri, hogy kiket tudnak NB1-ből visszaadni a NB3-as csapatba. Készülünk ugyanúgy, mint eddig. Próbáljuk tényleg a saját játékunkat játszani, uralni a játékot, gólokat, helyzeteket kialakítani. És remélem, hogy sokan kilátogatnak az első hazai mérkőzésünkre, és szurkolni fognak fiatal csapatnak.